Tapasztalatai szerint mennyire gondolja úgy, hogy a rossz életvezetés okozza a kialakuló szívbetegségeket? Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések túlnyomó többsége az bizonyos rizikofaktorokon nyugszik. Ezeket a rizikofaktorokat ma már ismerjük, és ezeknek jelentős része bizony életmódbeli változtatással korrigálható vagy javítható. Az egyik az, hogy a dohányzást kihagyjuk az életünkből, a másik pedig a megfelelő táplálkozás, ugyanis ha ezt az utóbbit megfelelően tesszük, akkor megszabadulunk például az elhízástól, és az elhízást tudjuk, hogy az előszobája számos olyan rizikofaktornak, mint a cukorbetegség, a hipertónia, a magas koleszterin szint, amelyek bizony aztán ennek a betegségnek, amelyekről mind a mai napig tudjuk, hogy azért évente több 10 millió ember életét oltják ki világszerte, és bizony a halálozási statisztikáknak mind a mai napig az élén állnak. És mit kellene tennünk nekünk Magyarországon, hogy csökkenteni tudjuk a szívinfarktusok számát? Hát én inkább úgy mondanám, hogy az érés szív, szív és érrendszeri betegséghez társuló klinikai eseményeket, ez a kétségtelen a szívinfarktus a legismertebb formája, de ott van a stroke, ott van a perifériás érbetegség, nem mindegy, hogy valakinek le kell vágni a lábát vagy sem. Tehát az ér, szív és érrendszeri megbetegedésekhez Magyarországon mit kéne tenni? Hát először is ö, gyakorlatilag szerintem követni kéne a finn modellt. A finn modellnek az alapvető momentuma az volt, hogy fölmérték azt a társadalmi igényt, hogy itt van egy nagyon rossz szív- és érrendszeri halálozás, és ezt meg kell változtatni. Megkérdezték a szakmát arról, hogy ezt hogyan lehet, Ez megfelelő pénzügyi és egyéb segítséget nyújtottak, és átalakították gyakorlatilag az élelmiszeri part nagyon komoly kampányt folytattak a dohányzás ellen, és így tovább, és így tovább. És gyakorlatilag mintegy húsz év alatt olyan életmódbeli változtatásokat értek el, amelyek oda vezettek, hogy a 70-es évek közepén a világ legrosszabb férfi halandóságát, szívési rendszeri halandóságát mutató Finország ma Európa jó értelemben élbolyába tartozik halálozás tekintetében. Gyakorlatilag ezt a világon nagyon sok helyen is meg lehet tenni, így például nálunk is. És mi a vélemény a mai rendezvényről? Mit gondol, hogy sikerült? Én már több ilyen részt vettem, és ugye eddig mindig olyan korosztály volt, aki már javában benne volt a betegségben, többek már át is estek valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedésen, és ez volt az első olyan, ahol fiatalok, illetve nagyon fiatalok voltak itt, és ezt talán azért tartom nagyon fontosnak, mert ugye azt szokták mondani, hogy ez a betegség a bölcsőben kezdődik és a koporsóban ér véget. Tehát nincs olyan fiatal korosztály, akinek ne kéne szembesülnie azzal, hogy mit tehet azért, hogy ezt a betegséget ne csak ő, hanem a családtagjai vagy az ő gyermeke is elkerülje. És ahogy szokták mondani, na ezt bizony nem lehet elég korán kezdeni.